professzor dr. Géczi Gábort, aki tanácsokat ad sportszülőknek. Gábor, tiéd a szó. Szervusz Karcsi, szervusztok, köszönöm szépen a szót. Nem tudom, kérnék szépen egy visszajelzést, hogy hallotok, látotok-e engem? Igen, igen, minden rendben, hallunk, látunk. Oké, hát nem túl jó a kép, amit mostanában már festek, de hát ilyen előfordul egyébként, úgyhogy picit másra is kellett volna figyelnem egyébként, mint hogy csak és kizárólag ilyen előadásokat, meg egyebeket csinálok. Köszönöm tényleg a felkérést a Magyar Edzői Társaságnak, ugyanis ez egy nagyon érdekes dolog, és azon kívül, hogy én egyébként a tanszéket vezetem, sportmenedzsment tanszéket az egyetemen, én azért eléggé tevékenyen benne vagyok a jégkorongban, én a sportágnak a stratégiai program vezetője vagyok, jelentsen ez bármit is. Nagyjából mi a feladatom? Hát annyi a feladatom egyébként, hogy minden olyan dolog, ami egyébként az edzőknek is például segíti a munkáját, az elő legyen készítve, és nagyjából jól használható szakmai anyagok álljanak elő. Ebben próbálok egyébként segíteni. Na, nézzük akkor magát az előadást. Egyébként annyit talán még érdemes rólam tudni, hogy mi abszolút sportcsalád vagyunk. Jó apám futballozott, nővérem kézilabdában volt válogatott, én jégkorongoztam. Feleségem egyébként, ő most a minisztériumban dolgozik, és atléta volt. A gyermekeim közül mind a kettő jégkorongozott is, de teniszeztek is. És most van egy másfél éves unokám is, hát aki még egyelőre fizikailag aktív, de hát még azért az edzésprogramot nem kezdte el. Tehát nagyon sok fronton vagyok végül is érintett, mint szülő, mint nagyszülő, mint volt edző, mint programvezető, tehát elég sok részből tevődik össze az én tevékenységem. Nézzük akkor magát akkor a tanácsokat, hogy melyek azok, amelyek igazából megfogadhatóak és használhatóak. Hát először is, amit tudnunk kell, hogy a szülő-gyerek azért az egy egység. Tehát ugye a legfontosabb dolog, és itt lehet látni szép boldog családokat, itt azért vannak élsportolók is itt a jobb alsó részen, hiszen Roger Federer nem akármilyen sportteljesítmény mellett fantasztikus családot tud egyébként fenntartani, de ebben nagy mértékben a felesége az, aki segíti őt. Ugye aki abba hagyta a profi karrierjét azért, hogy végül is Roger magaslatokba el tudjon jutni, mint ahogy végül is, ahol jár. Isten igazából tán ez a Lippai Marianna üzenet az, ami a legfontosabb, és az edzőknek ezt tudniuk kell, a sportvezetőknek tudniuk kell. Mindegy, hogy hány éves a gyermekem, ő a mindenem, az életem, és amíg élek, egy valami sosem fog hiányozni az életéből, ez pedig a szeretetem. Mit üzen ez nekünk a sportban? Hát azt igazság szerint, hogy a szülőnek borzasztó nagy befolyása van, ugye hát elsősorban az utánpótlás években, de egy jó családi háttérnél egyébként folyamatosan megmarad az a fajta segítség, az a fajta óvó gondoskodás, amit egyébként a szülő már, mint felnőtt ember tesz meg. Miért mondom ezt így, és miért fontos erről tudnunk? Ugye a felnőtt ember, aki már kint dolgozik a piacon, a megélhetéséért küzd, és Isten igazából, amikor bevállalja a gyermeket, gyermekeit, akkor ő felnőtt fejjel el tudja dönteni, hogy mindent megpróbál biztosítani a gyerekeinek. Én ugyanezt csináltam, a unokámnak is próbálom a lehető legtöbb mindent, hogy ő neki mindene meglegyen. Ez nem biztos, hogy egy jó megoldás egyébként, de hát a szülő azért szülő, a nagyszülő pedig még el is kényezteti a gyereket, az unokát, hogy a szeretetével és minden erejével próbálja segíteni. Ezt tudnunk kell, és aki szülő is, meg edző is, az abszolút szembesülhet ezekkel a problémákkal, de ez az alapkiinduló helyzet. Nézzük a gyerekeknek az igényét, ugye Judit is elmondta, és elég nehéz egy ilyen fantasztikus előadás után nekem végül is mondanom újdonságokat, remélem sikerül. Juditnak egyébként gratulálok, nagyon szépen összeszedte, és nagyon sok információt adott az előadásába. De a gyerekek igénye tényleg először is az, hogy have fun, legyen szórakozás. Tehát Isten igazából ők az a tevékenységet fogják csinálni, amit egyébként ők szeretnének.
próbáljunk meg egy óvodás gyereknek egyébként, mint edző levezényelni, hogy kérem, akkor most egy 3000 métert legyen szíves ő lefutni. Nagyjából 50 méter után valószínűleg lepkéket fog kergetni, lóhelyrét szed, de nem tudom. Tehát ami éppen őt szórakoztatja, azt fogja csinálni. De nagyon fontos tudnunk, hogy Isten igazából a gyerekeknek az igénye elsősorban a szórakozás, másodszorban az, hogy egyébként képességeket gyarapítsanak. Ők is szeretnének kitűnni a többiek közül, ők is már, ugye, ahogy a szocializálódási folyamatuk van, nagyjából szeretnének erősebbek, apukához szeretnének a kisfiúk hasonlítani, anyukához szeretnének egyébként a kislányok, tehát szeretnének fejlődni egyéb, még ha ez nem is annyira tudatos, mint ahogy én itt most ezt leírtam, hogy képességek gyarapítása. A harmadik, ami szintén fontos a gyermekek szempontjából, az a társaság utáni vágy. Főleg azoknál a gyerekeknél, ahol esetleg csak felnőtt társaság van, ott nagyon-nagyon kell, hogy saját kortárs csoportokkal is tudjon végül is érintkezni, hiszen velük lehet nagyon jól játszani, ővelük értik meg egymást, őnekik hasonlók az érdeklődési körük. Tehát igazából ez a társaság utáni vágy, a csapattaggá, csoporttaggá, hiszen nem csak csapatsportágakról beszélünk, de egyéni sportágakban is kialakulnak azok a kis közösségek, amelyek együtt tudnak edzeni, és ez a társaság utáni vágy, ez egy nagyon-nagyon fontos motivátor végül is a gyerekeknél. Ezt a fajta társaság utáni vágyat nagyon-nagyon hát nem célszerű korlátozni, tehát az, hogy akkor nem mehetsz edzésre, ne csináld ezt, ne csináld azt, az egy valós büntetés nekik egyébként. Természetesen, amikor már minden eszközből kifogytak a szülők, esetleg a gyerekeiknek a hát egyéb mondjuk tanulás iránti motiválására, akkor egyszer-egyszer ez is talán belefér, de én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes vágy a gyerekek részéről. Nézzük, hogy a szülők mit csinálnak, hogy gondolkodnak. Ugye nagyon sok szülő, aki egyébként mondjuk csak a rekreációs, szabadidős sportban vett részt, az élsportból nagyon korán kiszállt, ha egyáltalán benne volt, őnekik ugye a sport nagyon sok minden olyan foglalkozást jelent, amelyik fizikai aktivitás, ami teljes mértékben mondjuk az egészségfejlesztés, az örömszerzés, meg egyéb, és ez egy tényleg fantasztikus dolog. A sport nagyon sok ilyesmit is ad egyébként. Más szülőknek a szemében ugye teljesen más felnőtt aggyal, látják esetleg azokat a sikeres magyar sportolóinkat, akik fantasztikus sikereket értek el, akár az olimpiákon, akár egyéb nagy rendezvényeken, és ugye ez a fajta példakép mutatás, ami az élsportnak egyébként sajátja, ez utána a szülőknél egy elérendő vágyként fog megjelenni, és valójában ez is egy csomó szülőt afelétól, hogy vigye el a gyerekét, hát ha pont az ő gyermeke lesz majd az első olyan, aki az NHL-be, ha már az én sportomról beszélünk, pályára tud lépni, ne talántán meg is nyeri azt, és emiatt egyébként ugye a felnőtt fejben, a szülőknek a fejében ez a fajta dolog, ez egyre, tehát sok szülő szemében ez nagyon fontossá válik. Hát sajnos ugye a manapság, ugye, hogyha ha látjuk, hogy milyen, még itthon is milyen pénzeket tudnak a professzionális sportolók egyébként keresni, és hogyha hozzáhasonlítjuk egyébként mondjuk egy Grand Slam tornán elért győzelemnél, hogy mennyi dollár vagy mennyi euró fogja gyarapítani a sportolónak a bankszámláját, és ezúton is gratulálok egyébként Fucsovics Marcinak, aki fantasztikus mérkőzésen megverte végül is tegnap az első fordulóba Medvegyevet. Úgyhogy ez a fajta motiváció szintén egy csomó olyan szülőnek a fejébe megfordult, tehát ez a pénz, ez tulajdonképpen a pénz, az ezutáni sóvárgás is esetleg megjelenhet. Nos, valójában a sportvilága hogy néz ki? Ugye ezt tisztába kell tenni. Vannak a szülőknek emlékei, akik sportoltak valamit, negatív, pozitív élményei, meg egyéb. Pierre Coubertin, és ugye hozzá köthető nagyon sok mindenki azt mondja, hogy a részvétel a fontos, és Coubertin nem ezt mondta egyébként, és ezért próbálom ezt is egy pindurkát itt ki emelni az előadásomban. Coubertin azt mondta, hogy az olimpia fontossága kevésbé abban rejlik, hogy győzzünk, mint sem abban, hogy a részesei legyünk. A fontos az életben nem a győzelem, hanem a harc. A lényeg nem az, hogy legyőztek minket, hanem az, hogy harcoltunk.
Mert valójában egyébként, hogyha most nézzük a sportot, csak egy olimpiai bajnok lehet. Az összes többi az valamilyen módon legyőzötté vált, és Isten igazából az, hogy már valaki kijut egy olimpiára, már az is egy fantasztikus dolog. Tehát maga az élsportnak a világa egyébként nem annyira egyszerű, és ugye itt, hogyha a jéghegy perspektívát nézzük, akkor nagyon-nagyon sok szülő is csak ezt a felső sikerzónát látja, ami ugye a jéghegynél, a jéghegy csúcsa, ami fönt van a víz felett. Ami nem látszik, az rengeteg sok olyan erőfeszítés, rengeteg sok olyan jellegű tevékenység, ami lehet pozitív, lehet negatív, de az biztos, hogy ez a fajta munka, ez megtérül, hiszen az, hogy a kudarctűrő képessége egy jó sportolónak jónak kell, hogy legyen, fantasztikus kitartása kell, hogy legyen, nagyon kemény munkát kell, hogy elvégezzen, rengeteg csalódás lesz majd az életében, amikor nem nyer, nem úgy jönnek az eredmények, vagy egyéb csalódások, rengeteg áldozatot kell, hogy hozzon, borzasztó nagy rizikó is van benne, mint ahogy Judit is mondta, hogy azért itt bizony autokrácia van a sportban, hiszen tudjuk, hogy a gerelyhajítóedzőnek az utolsó mondata, hogy dobjátok ide a gerejt, aztán utána ennyi. Tehát rizikója is van. Nagy a felelőssége az edzőknek, és valójában az edzőknek a felelőssége abban a legnagyobb, hogy megtanítsák egyébként ezekre a folyamatokra, a fegyelemre, a fókuszra és az alázatra, a sportág iránt, a munka iránt. Beszéljünk egy kicsit az emberi gondolkodásról, mert semmi másról nincs jelen pillanatban szó, hanem arról van szó, hogy az edzők gondolkodása milyen, a játékosoknak, a sportolóknak a gondolkodása milyen, illetve a szülőknek a gondolkodása milyen. Itt ugye a slide-nak a középső részén lehet látni ezeket a jellemzőket, ami tulajdonképpen az emberi gondolkodásnak hát jellemzője. Nézzük akkor a rögzült gondolkodást. Pirossal ugye az a fixed mindset, így mondja az angol, tehát egyszerűen nem nyitott a feje, akárkiről beszélünk, akár a játékosról, akár az edzőről, akár a szülőről, ott nagyon-nagyon fontos olyan jellemzők vannak, amelyek utána nem engedik végül is, hogy bizonyos dolgokba előre lépjen. Melyek ezek? Alapvetésként a rögzült gondolkodásban azt gondolják, hogy minden el van ereve rendeltetve, a képességek abszolút örököltek, nem nagyon változtathatók. Ezt azért az edzők tudják, hogy ez nem természetesen van egy genetikai örökség, de kiváló edzés munkával el lehet vinni nagyon sokáig még egy relatíve gyengébb motoros képességekkel rendelkező sportolót is. Teljesítmény és az eredménye ne tűnjön rossznak. Ez a fókusz a gondolkodásnak a középpontjában ez van benne, hogy ő jól nézzen ki. Tehát tűnjön úgy a többi embernek a szemébe, hogy ő egy fantasztikus ember, egy fantasztikus játékos, egy fantasztikus szülő. És ez a teljesítménye, illetve ez az eredménye, ez másnak is hát vélhetőleg tetszik. A viszony a gondolkodás fejlődéséhez, ugye, erőfeszítés nem szükséges, nem hasznos, mert egyszerűen már mindent tudunk. Számtalanszor, amikor edzői konferenciát tartok, sajnos hallom, hogy hát tudom, fejben van. Aki úgy gondolkodik, hogy már mindent tud, sajnos az azt kell, hogy mondjam én, mint kvázi tudós ember, én minél többet tudok, annál jobban rájövök, hogy nagyon-nagyon keveset tudok, és egyre bizonytalanabb vagyok egyébként bizonyos dolgaimban. Márpedig a gondolkodásnak a fejlődés, ez egy nagyon fontos minden szereplő részéről. Kihívás. Általában a rögzült gondolkodás meghátrál, kerüli. Nagyon-nagyon furcsa azt látni egyébként bizonyos sportolóknál vagy csapatoknál, hogy nagyon tudnak egyébként abban a sportágban jó eredményt csinálni, majd egyszer csak hirtelen valami miatt úgy érzik, hogy óvni kell az eredményt, hogy nem tovább kell fejlődniük, hanem jaj, már elértünk valamit, és meghátrál és kerüli a kihívást. Ez nem jó gondolkodás az élsportnak, pedig abszolút nem szabad, hogy a sajátja legyen. Hibázás. Gyűlöli, megpróbál hibátlan lenni. Nem tudom, hogy hányan vagyunk, 330-at még láttam, vagy valahogy így. Nem tudom, hogy ki az, aki hibátlan. Hogyha hibátlanak lennénk, akkor minden sportágban csak magyar lenne egyébként az olimpiai bajnok, világbajnok. Hiba az egy teljesen mértékben természetes velejárója egyébként az emberi tevékenységnek,
és a gondolkodásnak is. Nem gyűlölni kell, hanem majd tanulni belőle, hogy mindjárt a másik oldalon is meg fog jelni zöldbe. Visszajelzés. Tehát azok a feedbackek, amelyek mondjuk azt mondják, hogy enyhe építő kritikával, hogy ezt így kellett volna, ezt úgy kellett volna, abszolút személyesnek fogja fel a rögzült gondolkodó, és védekezik, soha nem ő a hibás, hanem mindenki más. Mondok egy példát, a bíró, az ellenfélnek a, nem tudom, szertárosa rámosolygott, bármi, és utána már rögtön nem ő saját magában keresi a hibát, hanem másban. Nézzük ugyanakkor viszont, ami üdvözítő lenne, és nagyon-nagyon efelé kellene elmennünk, és a szülőkbe is ezt a fajta nyitottságot kellene, hogy beletápláljuk, ez a gyarapodó gondolkodás. Ugye nagyon fontos, hogy a képességek fejleszthetők, így gondolja egy olyan, aki egyébként nyitott elmélyű. A fókusz azon van, hogy amit csinál, teljesen mindegy, miről van szó, sportról van szó, munkáról van szó, az jobbá teszi, tanulásról van szó, jobbá teszi. Az erőfeszítést abszolút hasznos többé válást jelent a számára, tehát hasznosnak tartja. A kihívás az egy lehetőség. Azért lehetőség, mert megmérheti magát, hogy éppen aktuálisan hol tart, akár a világ elsővel való asszóba, teniszmérkőzésen, bárhol. Hibázás. Teljesen azt mondja, hogy tanulásként fogja föl. És nagyon fontos üzenetek vannak, most már sok helyen látom egyébként, hála jó Istennek. Ugye, sometimes you win, sometimes you learn. Tehát az, hogy néha győzöl, néha tanulsz, hiszen a vereségből fogják a legtöbbet tanulni, hiszen egyből látszik, hogy mi az, amiben ő neki még fejlődnie kell, akár csapatról, akár pedig játékosról van szó. A visszajelzést abszolút mértékben hasznos információnak tartja, ha az nem személyét érő és olyan támadás, ami mondjuk bizonyos blogokon azért előfordul, és megköszöni, hiszen tanul belőle. Nézzük a versenyzés két alaptípusát, mert egyébként ez sem annyira köztudott. Ugye Shields és Bredemeier 2009-ben egyébként leírta az egészséges versenyzést, illetve a dekompetíciót, ami nagyjából egyébként mai nap is a világ összes országában bizonyos tevékenységeknél vagy tisztán megjelenik önállóan, vagy pedig egy kicsit kevert formában, de meg tud jelenni. Alapvető hasonlat, ugye a partnerség az egészséges versenyzés, és a dekompetíciónál pedig a háború vagy csata. Tehát megyek, azért megyek, mert én nekem most nyernem kell, le kell győznöm, abszolút agresszióval le kell győznöm a másikat. A másik partnernek tekinti az ellenfelét, és a jobbáválást látja benne. Az egészséges versenyzésnél intrinszik, tehát belső a motiváció, míg a dekompetíciónál külső, az az egyéni érvényesülés az ellenfél kárára. Ez nem annyira jó, az intrinszik motiváció az, ami sokáig benne tartja a sportolót egyébként a sportba, mert egyszerűen mondjuk pont az említett már Roger Federer, én nem tudom, hogy honnan veszi a motivációt, még mindig lassan 40 éves az ember, és még mindig borzasztó magas szinten teniszezik, és egyszerűen szereti a játékot, ez máshogy nem megy. A célok az egészséges versenyzésnél több dimenzió, tanulás, fejlődés, kiválóságra törekvés, míg a másiknál, a dekompetíciónál egy dimenziójú a cél, a dominancia, az uralkodás, a felsőbbrendűség. Én vagyok a jobb, ez a mondás. A siker az egyéni legjobb teljesítmény elérése, míg a dekompetíciónál csak és kizárólag az a sikernek a faktora, hogyha mást le tudtam győzni. Az ellenfél az egészséges versenyzésnél partner, míg a dekompetíciónál ellenség. A játékvezető, és ugye már Judit is említette a játékvezetővel kapcsolatos dolgokat, a játékvezető fontos megbecsült szereplője egyébként a versenyzésnek, gondoljunk csak bele, a játékvezetők nélkül nincsen igazából verseny. Tehát nem lehet, onnantól kezdve nincs szabálybetartatás, meg semmi egyéb, abszolút nélkülözhetetlen szereplő. A másiknál, a dekompetíciónál azért a játékvezető a győzelmünket, vagy a győzelmét megakadályozó személynek fogja, és elkezdi egyébként utálni. Ez azért veszélyes egyébként, ez a fajta, még azt is hallottam rengetegszer sajnos edzőktől, hogy hát a játékvezetés így, a játékvezetés úgy.
Persze, amikor az ember dühös, amikor mérges, meg egyéb, akkor valamit mondani kell, főleg, hogyha mondjuk még a média is ott van, és megkérdezi, hogy elnézést, miért kapta ki 5-5-ször zsinórba, hát akkor nehéz azt mondani, hogy mert én gyengén dolgozom, vagy nem tudtam megfelelően edzésprogramot tartani, tehát nagyon-nagyon sok probléma van, viszont egy dolgot nagyon érdemes megjegyezni, hogyha az edző is elkezdi szidni a játékvezetést, akkor nagy a baj, mert akkor a sportolók, aki annak az edzőnek a kezei között vannak, azok nagy valószínűséggel, hiszen egy role model, egy olyan ideális szereplője, egy vezetője elkezdte mondani, akkor ő is majd hülyézni fogja a bírót, és ezekből a srácokból valószínűleg nem lesz játékvezető, holott a sportágunknak, vagy a sportnak igen, hogy termelje a játékvezetőit. Játékszabályok. Abszolút az egészséges versenyzés betartja teljes mértékű sportszerű, míg a másiknál esetleg még azt is elköveti, hogy a szabályokat áthágja. Ha már teniszről beszéltünk, akkor mondjuk egy ász szerva, ami a vonalon csattant, arra bemondja, hogy out. Ugye egy teniszbe, hogyha nincs vezetőbíró, akkor nem illik átmenni és ott vitatkozni, meg egyéb, hanem el kell fogadni a másiknak a döntését. És ezek a fajta dolgok, ezek persze ideiglenesen segítenek, de egyébként pedig személyiségromboló hatásúak is. Játék és győzelem szerepe. A játék és győzelem szerepe az egészséges versenyzésnél kiválóság elérésének az eszköze, a verseny folyamata van a középpontban. A másiknál, a dekompetíciónál a kimenet, a győzelem megszerzése vagy a vereség elkerülése áll mindenek fölött. Az érzelemvilágot nézzük, akkor egy egészséges versenyzésnél teljes mértékben a pozitív érzelmek azok, amelyek vezérlik ezeket a versenyzőket, míg a dekompetíciónál pedig tele vannak negatívummal, és mondom, ez azért személyiségtorzulást is jelenthet, nem az én asztalom, de azért a pszichológusok rengeteget tudnak erről beszélni. Én nagyon szeretem egyébként ezt a képet, illetve amit sugall nekünk ez a kép. We can't practice in the zoo if we want to thrive in the wild. Mit jelent? Azt jelenti, hogy nem tudunk edzeni egyébként olyan mesterséges segítő környezetbe egyébként, mint amilyen az állatkert, és ugye ott az állatkertben a gondozók hozzák az ételt, az italt egyébként a tigrisnek, hogy ezeket a később ki sem lehet engedni egyébként a vadonba, mert egyszerűen éhen halnak. Tehát a túléléshez bizony-bizony, ahhoz kellenek azok a fajta nagyon nagy kihívások, és mindig a komfortzónán kívüli edzések, versenyzések, hogy egyébként fejlődni tudjanak, és valójában sikeresek legyenek. A szülőknek a feladatai. Ugye nagyon sok olyan feladat van, Judit is említette, amiben a szülő tud segíteni. Na nézzük. Hát elsősorban, ami szülői feladat, a sportoláshoz való hozzáférésnek a biztosítás. A második az a táplálkozás, a pihenés, az alvás, illetve a befolyásolás, az irányítás valamilyen szinten. Ezek mind a szülőnek a feladata, hiszen ezért szülő. Hogyha negatív, hátráltató a szülőnek a hozzáállása, akkor a sportolás esetében vagy abszolút nem fogja majd a sportot erőltetni, vagy csak a szülő által favorizált sportág és sportszervezet lesz az, amelyikbe elviszi a gyerekét. Táplálkozásnál, ugye, ez a junk food, ez azok az ételek, amelyek igazából ezek a gyors ételek, aminek nagyon kevés tápértéke van, és ez utánpótlásban ez egy nagyon veszélyes dolog, hiszen éppen felépülő állapotban van a gyermeknek a szervezete, tehát ott a táplálkozásra sokkal jobban kellene figyelni. Cukros italok, kóla, fanta, egyéb dolgok biztos nagyon finomak, viszont a szülőnek azért érdemes tudni ezekről a dolgokról, hogyha mondjuk ő ilyet etett, akkor valószínűleg a sportolásnál, a teljesítményben ez meg fog valamilyen negatív módon jelenni. Pihenés és alvás biztosítása. Sok esti screen time, tehát képernyőidő és kevés rossz minőségű alvás. Nem jó az ágya, többen vannak egy szobába. Nincsen besötétítés. Tehát nagyon sok olyan egyéni jellegzetesség lehet, ami miatt egyébként a fejlődő szervezet nem tudja magát kipihenni. A befolyásolás talán a legfontosabb problémánk ugye a szülőkkel, a sportszülőkkel, mint sportszakemberek, ha szakértőként akar föllépni.
nálunk a jégkorongban, mi már itthon is használjuk, de Észak-Amerikából, elsősorban Kanadából, ahol borzasztóan nagy tisztelet övezi a jégkorongot, a car coaching jelenség és ennek a szó összetétele megjelent. Miről van szó? Viszem az edzésre, hozom az edzésről, viszem a mérkőzésre, a versenyre, hozom el onnan, és közben mint szakmai ember elkezdem magyarázni, hogy mit kellene, hogy kellene csinálni. Hát nekem a legszomorúbb élményem egyébként a saját sportágamban az volt, amikor az egyik ilyen nagyon-nagyon vérmes szülő, hát egy ilyen kis hangszórót épített a gyereknek a fejvédőjébe, és a lelátóról mondta, hogy jobbra fordulj, balra fordulj. A következő szezonban ezt úgy sikerült neki továbbfejleszteni, hogy egy lézerpointerrel még a korcsolyázásnak az irányát is próbáltam mutatni az edzésen, ahol edzők is voltak a pályán, a saját csemetéjének. Ez egy nagyon negatív dolog, hiszen egyébként nem szabadna a szerepeket összekeverni, a szülő az szülő, az edző pedig egy olyan szakember, aki segíti a gyereket abban, hogy jobbá váljon. Nézzük a pozitív segítő hozzáállását a szülőknek. Ugye a sportolásnál nagyon fontos, főleg a kisebb korosztályokban, hogy többféle lehetőség, többféle sportot tudjon kipróbálni, többfajta mozgás élménye legyen a gyereknek, hiszen azokból fog tudni építkezni, és hogyha mondjuk nem tud bukfencezni, nem tud mondjuk a testével levegőben dolgozni megfelelően, akkor nagyon sok sportágból például kizárja magát. A táplálkozásnál ugye egészséges táplálék és a hidratáltságra is nagyon odafigyelnek, ugye főleg a víz, izotóniás italok, ezek nagyon fontosak, amikor nagy terhelést kap, akkor pedig pláne a gyermek. Megfelelő alvásidő, jó ágy és este, kevés screen time, ugye nagyjából ahhoz, hogy az agy lenyugodjon, egy-másfél óra kellene, tehát akkor már nem szabad, hogy tévét nézzen, vagy pedig komputer előtt üljön a gyermek, ahhoz, hogy az agya, illetve az egész teste fölkészüljön egy jó alvásra. És sportszakmailag pedig abszolút nem szól semmit, ez volna az ideális állapot. Én azt figyeltem meg egyébként a saját munkám során, hogy főleg azokkal a szülőkkel van elsősorban a baj, nem azokkal, akik rekreációs sportot ismerik, és az élsportnak a bugyrait igazából nem. Ővelük nem túl sok gond van, mert nem látják, nem értik, nem akarnak beleszólni. A másik véglet, hogy a nagy sportolók, akik már végigmentek egy nagyon kemény folyamaton, ők nem akarják igazából befolyásolni, hagyják az edzőt, és nem erőltetik a gyereküket, hogyha a gyerek szeretne, akkor rendben van. A nagy többség pont azokból a szülőkből van, akik egyébként pedig valamilyen korai fázisban az élsportból kiestek, és a saját gyermekükben látják egyébként azt a potenciált, és szeretnék segíteni, hogy ők sokkal eredményesebbek legyenek, emiatt jönnek ezek az extra motivációk, illetve extra gondolatok bizonyos szülőknél. Menjünk tovább. A Magyar Jégkorong Szövetség megalkotta egyébként a saját, ez az LTPD, ez a Long Term Player Development, tehát hosszú távú játékos fejlesztési programját. Amint látszik egyébként, nagyon fontosnak tartjuk alul. Az aktív kezdetnél nincs hozzáférésünk, az abszolút a családnak a dolga, hogy valamiféle aktivitást biztosítson a gyerekeknek. Ez lehet egyébként babamama úszás, tanítsa meg biciklizni, engedje játszani, egyébként nagyon szép játszótereink vannak, és biztonságos játszótereink, tehát ott nem nagyon tudunk hozzáférni a gyerekekhez. A második állomása, szakasza végül is ennek a programnak a hoki örömteli alapozása, 1-2, itt azért bontottuk egyébként szét, itt már a klubokba bekerülnek a gyerekeink, mert különböző feladataink vannak. Itt az alsónál elsősorban a jégen történő biztonságos korcsolyázás, illetve mozgásnak a megtanítása némi játékkal, a másodiknál már hoki specifikus képzés is elindul, ez a 2-es. Idáig egyébként a két nem általában együtt tud menni, de egyébként a lányoknál korábbi érés miatt egy kicsit meg van bontva, korábbra vannak bizonyos szakaszok téve. A következő játék tanulása, majd a hokiedzés tanulása, a hokiedzés a megedződésért, a hokiedzés a versenyzésre, majd a hokiedzés a győzelemért. Ugye itt már a válogatottak is a felső elitképzésünknél megjelennek, tehát a legjobbak már akár külföldön is vannak, most már 15-16 évesen is vannak olyan játékosaink, akik nagyon neves kluboktól kapnak ajánlatot, hogy menjenek hozzá játszani, ennek nagyon örülök. Ez maga a rendszer,
ami egyébként az MIS által a honlapunkon, és majd fogjátok látni az elérését, hogyha valakit érdekel ez a dolog, akkor meg lehet nézni, el lehet olvasni, lehet belőle nyugodtan bármit felhasználni, hiszen azért csináltuk. Nézzük akkor, hogy milyen feladataink vannak, illetve mit gondolunk, hogy a szülőknek igazából nagyon fontos csinálni. Az első, ugye ott a nagyon kezdeteknél az aktivitási igény kialakítása, hogy a gyerek valóban aktív legyen fizikailag, igényelje a mozgást, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A kettes pontunk ugye az a több sportágnak a megismertetése. Mi a jégkorongból azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon örülnénk neki, ha minél több sportágban egyébként jártas lenne az a kisgyerek, hiszen gondoljunk bele, hogy mennyire inaktívak mostanában a gyerekek. Harmadik javasolt, és nagyjából azért itt, amikor már pár éve benne vannak a jégkorongunkban, akkor azt mondjuk, hogy gyertek önkéntesként, dolgozzatok nálunk. Ugye Judit mondta, hogy fantasztikus az a szülő, aki egyébként online közvetítéseket csinál. Ez teljesen jó, teljesen mindegy, hogy miben segíti egyébként a klubnak, és ezáltal a gyerekének a munkáját. Az biztos, hogy ez egy fontos, javasolható feladat a szülők részére. Az edzésterv megismerése, megfelelő programok szervezése, ugye amikor már az elitképzés, amikor nagyobb volumenű munkát szeretnénk rájuk rakni, akkor borzasztó fontos a családi programoknak az összehangolása ezzel. Amit szeretnék még mondani, és nagyon-nagyon hiányolok nagyon sok helyen, bár most már egyre több klubban látom azokat a tájékoztatásokat, vagy tájékoztató füzeteket, ami... hogyha bejön egy gyerek a klubba, 5 évesen, 8 évesen, teljesen mindegy, hogy odaadjuk így a szülőnek, hogy kedves szülő, itt van egy ilyen kis leaflet, olvasd végig, a mi klubunk, a mi sportágunk ezt fogja a gyerekeddel csinálni, ezek azok a folyamatok, amiben mi segítjük egyébként a gyerekednek a fejlődését, de akár ez lehet egyébként ugye a web oldalon is. Tehát Isten igazából ezek a fajta dolgok, hogyha megjelennének, akkor valószínűleg egy csomó szülő-edző konfliktus is simulna, hiszen a szülő már rögtön látná egyébként azt, hogy mi az a program, amihez ő végül is a gyermekét odaviszi. Itt vannak akkor ezek a bizonyos kiadványok, amelyek az első az Olimpiai Bizottság megbízásából Bai István barátommal csináltuk, illetve Bognár Józseffel. Ez a Magyar Olimpiai Bizottságnak a honlapján igen eldugottan, de megtalálható, ez a hosszú távú sportoló fejlesztési program, ami egy általános leírása végül is ennek a bizonyos fejlesztési programnak. A másik, ez a második pedig a mi jégkorongos LTPD programunknak az elérése, mind a kettő letölthető, és mondom, nagyon örülnék neki, hogyha minél többen olvasnátok el, mert azért csináltuk, hogy használják a klubok, használják az edzők, és tényleg boldog lennék, hogyha ez jobban elterjedne egyébként a sportunkban. Nézzük a dropout okait. Ugye nagyon fontos jelenség, nagyon sok gyerek kiszáll a sportból, ez egy természetes folyamat végül is. Nagyjából ugye a jégkorongunkban 2017-ben, amikor a sportágfejlesztési stratégiát csináltuk, akkor körülbelül 2,2-2,3%-ra emlékszem, hogy a betérő egy évben, adott évben betérő mondjuk 1000 gyerekből nagyjából akkor ez a 10-valamennyi 20 gyerek fog majd feljutni egy olyan szintre, hogy esetleg a felnőtt szintig, a magyar felnőtt szintig eljusson, ami még azért nemzetközi szinten sajnos nem annyira van magasan, próbálunk ezen dolgozni, de rengeteg gyerek esik ki a rendszerünkből. Nézzük miért. Egyrésztről elveszti az érdeklődést, elsősorban azok a gyerekek, mint Judit is mondta, akiket egyébként a szülő szeretné, hogy sportoljon, és nem biztos, hogy a gyerek is ugyanazt a sportágat szeretné, vagy más gondolkodása van, ez biztosan egy dropout. Kevés örömforrás vagy kevés játék lehetőség. Magyarán, hogyha nagyon sok olyan fejlesztést csinálunk, amiben nincs örömforrás, azért az egy jelentős probléma lehet egyébként, főleg a kisebb korosztályoknál, de még a nagyok is szeretnek, még a felnőttek is rengeteget szeretnek valamiféle örömszerzéshez, vagy örömhöz hozzájutni a sportolás által.
Hibás tanulási folyamat miatti lemaradás. Ez viszont probléma, tehát hogyha hibás a tanulási folyamat, ott lehet, hogy az edzésprogram nem volt jó, ez sportszakmai probléma, ez elsősorban edzői vagy körülményekben keresendő dolog, vagy pedig egyszerűen nem képes úgy edzeni, nem képes úgy fejlődni, mint a többi. Ilyen van, lemarad a többitől, ezt észleli, és utána azt mondja, hogy köszönöm, szépen elég volt. Túl nagy nyomás, elvárás. Ugye ez lehet az edző részéről is, viszont általában a szülő részéről is nagyon komoly, nem reális elvárások vannak, és ezt a fajta nyomást egy serdülő szervezet, ahol amúgy is rengeteg ingadozás van hormonális szintben, az agyi fejlődésben, ezt elég nehezen bírják sokan. Az edző nem volt jó pedagógus, sajnos van ilyen, saját sportágamban is láttam olyat, aki igazából hát nem a pedagógiai eszköztára eléggé minimális volt, és emiatt aztán egy csomó sportolója abba hagyta, pedig egész ügyesnek, tehetségesnek látszott. Túl sok időt viszel a sport, ez főleg akkor már, amikor a továbbtanulás, vagy pedig már a párválasztás is bejön, és akkor úgy gondolják, hogy a befektetett munka az nem annyira térül meg, és akkor mennek ki a sportból. Az edzők csak a kedvenceit játszatta, versenyeztette. Ugye ez egy picit talán ellentmondásnak fog majd tűnni, amit a Judit mondott. A kedvenc, ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, ugye? Mert egyébként lehet egy olyan gyerek, akinek a személyisége, de lehet egy olyan kedvenc, akinek a sport teljesítménye miatt válik kedvencé. Ez a kedvenceit játszatta, ez nagyon, tényleg nagyon veszélyes történet, mert ahányan vagyunk itt most ebbe az online konferenciában, valószínűleg van olyan, akinek szimpatikus vagyok, van, akinek semleges vagyok, és van, aki meg azt mondja, hogy ez a kövér mit magyaráz, fogalma nincsen, de hát emberek vagyunk, ettől szép egyébként ez az egész dolog, és itt viszont tényleg az edzőnek nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek kellene tudni egyébként játékidőt biztosítani, vagy ne kerüljön be a csapatába. Az is előfordulhat, hogyha gyengébb a játékos, vagy gyengébb a sportoló, akkor nem tesszük be abba a csapatba, egy másik csapatba azt mondjuk, hogy menjen át, vagy csinálunk egy rekreációs alakulatot, és akkor ott edzen, ott próbáljon valamit fejlődni. A következő pedig a győzelemnek a túlhangsúlyozása. Erről beszéltünk itt a gondolkodásnál, illetve a versenyzésnek a két fajtája. Ez tényleg ez is okot adhat egyébként a sportolóknak, hogy hagyják el akkor a sportot. Na nézzük akkor a tippeket. Türelem. De tényleg az. Tehát nem lehet egyik évről a másikra a világbajnokot csinálni, ilyen nincs a mesébe sincs, sehol. Tehát 10-12-13 év folyamatos és szisztematikus és megfelelő szintű kihívásokkal teli versenyzés és edzés az, ami meghozza az eredményt. Ezt a szülőknek tudniuk kell, hogyha ők türelmetlenek, akkor ezzel egyébként nagyon sok rendszerhibát okoznak, és kárt okoznak a saját gyerekeiknek, akik egyébként nagyon-nagyon szeretnek. Ismerni kell a gyereket, meg kell tanulni, hogy mikor lehet versenyről, meccsről beszélni a gyerekkel. Ugye a szülőnél sokkal jobban senki nem ismeri a gyereket, tehát innentől kezdve valójában ezt is meg kell tanulni egy szülőnek, hogy egyből a mérkőzés után lehet-e, vagy a versenyzés után lehet-e vele beszélni, vagy csak másnap esetleg, csak a hétvégén, ha akar róla egyáltalán beszélni a szülő, bár jobb lenne, hogyha ha azt a gyerek hozná elő egyébként, hogy ő neki mi a véleménye már, mint a szülőnek az ő versenyzéséről. A készségek, a teljesítmény fejlődését kell hangsúlyozni, és nem az, hogy aktuálisan éppen nyertek, vagy pedig mi történt. A gyerekek úgy is foglalkoznak az eredménnyel, de a szülőnek erre nem kell rátenni, semmilyen módon ráerősíteni, hanem azt kell mondani, hogy viszont mennyivel ügyesebb vagy, nézd meg, hogy most már mennyivel nagyobbat tudsz lőni, mennyivel gyorsabban futsz, ennyivel ügyesebben dobod a három pontos, tehát azokat a dolgokat, amiben egyébként pozitív megerősítés van, és nem pedig az épp aktuális eredményt hangsúlyoz. Negyedik tipp, a csapat vagy mások teljesítményéről kérdezni, és nem a sajátról. Tehát ez egy fontos dolog egyébként, ha szeretnénk valamilyen módon, mint szülő, közelebb kerülni, hogy a gyerekünk hogy gondolkodik, akkor ne a sajátját kezdje el egyébként ő véleményezni vagy minősíteni, hanem igazából a csapatról, hogy ő hogy gondolja, hogy hogy játszott a csapat,
vagy a Jóska Fercsi, nem tudom, valaki az ő barátja, milyen nagyon jó volt, mit gondolsz róla, és nem, akkor nem kerül konfúz helyzetben a gyerek. Ötödik, másik gyerekét nézze a versenyen és mérkőzésen, ne a sajátját. Hű, ez nagyon nehéz, viszont ez célszerű. Miért? Azért, mert akkor nem kezdi el elemezni, nem kezdi el egyébként majd frosztizni, hanem nézi mondjuk pont az előbb említett Fercsinek a teljesítményét, és igazából próbálja akkor a szülő nem a saját gyerekének a szemüvegén keresztül nézni, hogy mi történt a mérkőzésen vagy a versenyen. És ezt egyébként Judit is elmondta, ez egy borzasztó fontos dolog lenne, a többi szülővel nem szabad arról beszélni, hogy a másik gyereke hibázott, hogy az enyém jobb, mint az övé, hiszen onnantól kezdve a felnőtt elmék kezdik a saját teritoriumukat védeni, és onnantól kezdve a gyerekek egyébként lehet, hogy még verekednek is az én sportágomban, mert van ilyen, semmi baj, de amikor a szülők kezdenek el verekedni azért, és már felnőttként viselkednek úgy, amit abszolút nem szabad csinálni, hát az egy érthetetlen dolog, és ugye a gyerekek 5 perc múlva egyébként már barátokként mennek, és dumálnak egymással, meg egyéb, mert ők lezárták már rég, addig viszont itt örök haragok tudnak kialakulni a felnőtt elmébe. Ez biztos, hogy kerülendő, én nagyon remélem, hogy elindul, és majd kérnék szépen egy visszajelzést. Halljátok el. Fiam, Na, tehát ugye ez egy Kavarás című filmből egy olyan jelenet, amikor én ezt először megláttam, akkor nem hittem se a fülemnek, se pedig a szememnek, hogy ilyen létezik. Maga a történet annyi, hogy egy apa és fia páros játszott, egy apa és hát úgy tűnt, hogy fiú, de aztán kiderült, hogy kislány, párossal egyébként egy ilyen streetball-szerű játékot egy kosárra, és hát a kislány sokkal ügyesebb volt, mint a fiú, és hát az édesapa pedig így minősítette a saját gyermekét. Na ez tényleg kerülendő egyébként. Bocsánat, még egyszer elindult. Ez a Train Ugly-ból van szintén, mint az oroszlános kép. Még egyszer nagyon-nagyon fontos, hogy együtt építjük a sportolókat a szülőkkel. Ezt meg kell, hogy értsük, hogy ez egy közös, hosszú folyamat, és ebbe a partnerség a szülőkkel, a szülőknek a bevonása egyébként a kulcs dolog. Ha ezt el tudjuk érni, hogy a szülők egyébként pozitív módon és minden erejüket a pozitív segítséggel töltsék, akkor potenciálisan nagy a lehetőségünk, ha pedig a szülő egyébként mindenféle negatív eszközt is föl fog használni, és ugye pusolja a gyerekét, meg az egész szervezetet, hogy játszon, ne játszon, ez az amaz, tehát bele akar szólni szakmai dolgokba, akkor az a gyerek hiába tehetséges, annak valószínűleg sajnos a legmagasabb szintekig nem fog vezetni egyébként az út. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, nem tudom, hogy időbe hogy állunk, nagy szeretettel várom a kérdéseiteket, hogyha esetleg van hozzá. Köszönjük szépen, Gábor! Hát nagyon aktívak voltak itt az edzők, szülők, akik bekapcsolódtak ebbe a konferenciába, és sok mindent megbeszéltek egymás között, meg kérdeztek is. Az egyik kérdés, illetve többen is kérdezték, tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a mai iskolai és edzés terhelés mellett igazából nem nagyon van a gyerekeknek ideje pihenni, hiszen itt írja valaki, hogy 6-kor már az uszodába kezd, lenyomja az iskolát, délután 3-tól 6-ig edzés, hazaért, tanul, eszik, beájul az ágyba. Tehát több edzőtől is hallottam, hogy a kevesebb lehet, hogy több lenne. Abszolút egyetértek egyébként ezzel, tehát az a fajta mostani ilyen, nem tudom mi, elsősorban a köznevelési rendszerünk fokozta nagyon az iramot, és szerintem nagyon sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy borzasztó sok olyan dolgot is a gyerekeknek a fejébe próbálnak gyömködni tanórák keretében, különböző egyéb oktatási informális, nem nonformális keretek között, amire szerintem nem biztos, hogy van szükség.
Amire szükség volna egyébként a véleményem szerint az a gondolkodni, tanítani, az egy borzasztó fontos feladat volna egyébként a köznevelésben, de az egyetemi szinten is. Tehát ugye most már az információ ott van mindenhol elérhető, a kérdés az, hogy megtalálja valaki vagy nem. Sajnos ezen a rendszeren egyelőre nem tudunk változtatni. A köznevelésnek a rendszere, tehát az iskolai elfoglaltságoknál viszont amire szeretném fölhívni a figyelmet az az, hogy ugye ezek a fajta terhelések, ami onnan érik a sportolót, ezek a fajta frusztrációk, mert mondjuk azért egy vizsgára való fölkészülés, főleg, hogyha annak valami komolyabb tétje van, az nagy mértékben a edzésre is kifoghatni, illetve a testnevelés óráknak a terhelése, az sajnos nem túl sok esetben van összehangolva egyébként egy sportági képzéssel. Úgyhogy valójában tényleg az van, hogy az edzőknek ebből a szempontból nagyon okosnak és nagyon ügyesnek kell lenniük, illetve hát kellene, hogy tartsák a testnevelőtanárral, az osztályfőnökkel, meg bárki mással is a kapcsolatot, illetve a gyerekkel ki kell alakítani egy olyan viszonyt, hogy akkor a gyerek valójában mondja el, hogy milyen terhelései vannak, azok ne ha hamis dolgok legyenek, mert akkor valóban célszerű esetleg nem annyit terhelni, hogy a gyerek egyébként igen, ki. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésre, én nagyjából ezt gondolom válaszként. Igen, következő kérdés az volt, hogy tudsz-e arról, hogy az LTPD-t más sportág is átvette jégkorongon kívül, illetve a MOB stratégiának a része is. Hát erre részben én is tudom mondani, hogy ezt annak idején közösen kezdtük terjeszteni. Abszolút, és ugye neked még személyes érintettséged is van, hiszen a Pistával remek baráti viszonyban vagytok, ha jól tudom, akkor talán nem egy évfolyamban voltatok, de közel voltatok egymáshoz. Talán igen. Igen, én úgy tudom egyébként jelen pillanatig is, amit végtelenül nem értek sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a short tracknél van az, hogy ők egy ilyen rövidített változatát megcsinálták a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségébe. A Pistával mi végigmentünk nagyon sok sportágon, elsősorban a taósoknak tartottunk egyébként, edzőknek, egyebeknek. Én felajánlottam bármelyik sportágnál, és most is azt mondom, hogy bárki, aki most ezt hallja, és ott le tudja tölteni, és kérdése van, akkor az e-mail címem fönt van az előadáson, keressen meg bátran, mert én azt gondolom, hogy a magyar sportnak a legnagyobb problémáját a nem szisztematikus fejlesztés okozza, hogyha ebben tudok segíteni bármelyik sportágnak, bármilyen klubnak, akkor ezt tegyétek meg örömmel, szívesen, de sajnos nem terjedt el abban a mértékben, mint ahogy én annó gondoltam, hiszen még az István itt is volt, többször is Magyarországon, és mondom, roadshow-ztunk, mindenfélét csináltunk. Jégkorongban mi használjuk egy nagyon jó felépített rendszerbe, és igazság szerint a szülők is leszokták töltögetni, és nagyjából azért képben vannak, hogy mi történik nálunk a jégkorongban. Ami nagyon érdekes volt, hogy valaki felvetette, hogy itt az edzők felkészültségével kapcsolatban, hogy 2005 körül megszűnt a szakedző képzés a TFN, és tulajdonképpen 12 év kimaradt, és nagyon sok olyan edző van, akinek csak OK-os végzettsége van, és kérdés az, hogy a sportszakma tudja ezt, és tesz-e ez ellen. Azt hiszem, te vagy az egyik legilletékesebb a másik. Igen, igen, köszönöm szépen, és egyébként a hozzászólónak teljesen igaza van, teljes mértékben egyetértek, és még egy picit rosszabb a helyzet, mint ami le van írva sajnos. Azt gondolom, hogy ugye itt a liberalizációnál, tehát nagyon sok OK és képzőintézmény például OK-ért az elméleti tárgyakat leoktatta, majd utána a szakmánál azt mondták, hogy menjetek a szövetséghez, meg egyéb, én rengeteg ilyennel találkoztam. Azt gondolom, hogy az nem baj egyébként, hogyha ez az OK és képzés jó minőségű, és mondjuk az alapokat lefektetik. Itt az a probléma egyébként, az én véleményem szerint, és nagyon sok kollégám osztja egyébként a TFN is ezt a véleményt, hogy az edző az egy pedagógus. Na most jogászt, orvost sem képzünk egyébként OK-ben, bizonyos ilyen asszisztenciát, meg egyebet igen, de edzőt is lehetségesnek tartom, hogy azért több és mélyebb, részletesebb tudás kellene hozzá. És ugye Mocsai Lajos rektor úr megjelentével fölgyorsultak egyébként a folyamataink, és most ismét önálló a szakedzőképzésünk.
Én nagyon bízom benne, hogy egyébként akik most szakedzőire járnak, és akik most már választhatnak egyébként különböző specializációk is bele vannak építve, tehát most már nem csak az, hogy szakedző, aztán kész, van vezetői specializáció, van egyébként utánpótlás specializáció, illetve ilyen erőléti fejlesztő tréner specializáció. Ezek a szakemberek, amikor elkezdenek a sportban többet, nagyobb szerepet kapni, akkor ők már máshogy fognak gondolkodni egyébként, mint egy OK-es edző. Nálunk is rengeteg, ugye túlnyomó többségében a jégkorongban OK-es edző van. A Jégkorong Szövetségben most csinálunk egy újfajta képzési, továbbképzési struktúrát, nálunk licenszrendszer van, tehát működési engedélyrendszer van, ami vizsgához kötött, tehát próbáljuk egyébként odaadni nekik a szakmát, a tudást, viszont elvárjuk tőlük, hogy tanuljanak és képezzék magukat. Az is igaz, hogy sajnos azért nem olyan mértékben fejlődik ez a bizonyos szakmai tudás, ahogy mi azt előre elgondoltuk. Arról is tudomásom van, hogy egyébként a kézlabda szövetségben például az OK-es edzők közül nagyon sok mindenki nem tudta a következő edzői licenszét megszerezni. Ha jól tudom, 1000 OK-es edző fölötti szám volt az, akit egyébként újra vizsgáztattak, és egyébként ez lehet, hogy egy gonoszságnak tűnik meg egyéb, de azoknál pont a rögzült gondolkodó edzőknél, akik egyébként ugye ezekben a TAO sportágokban most már rengeteg pénzt keresnek, többet, mint én, mint mondjuk egyetemi tanár, azért a produkcióért, hogy kitalálja, hogy na jó, akkor ma ezt csináljuk, és nincs edzésterve, meg egyéb, azt én nagyon-nagyon luxus dolognak tartom, illetve túlzásnak, és károsnak a gyerekek fejlesztése szempontjából. Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni még, mert ugye a saját magunk dicséretét ne bízzuk másokra, hogy hát a Magyar Edzők Társasága az, amelyik nagyon sokáig harcolt az edző kötelező továbbképzéséért, és sikerült elérnünk, hogy most már a úgynevezett kiemelt edzőprogram edzői, Gerevicses edzők, utánpótlás program edzőik részére ez kötelező, de nem adjuk fel a harcot, és szeretnénk ezt valamennyi edzőre kiterjeszteni. Én két dolgot... Igen, figyelek. Két dolgot mondanék, még nagyon örülök itt a Federer példának, mert az ő példán keresztül látszik az, hogy ha valaki megszereti a sportágat, a sportot, és már mindent elért, amit lehet, tele van a zsebe, lassan már szabadidő sportoló lesz, de elmegy, ott van, csinálja, és élvezi a játékot. A másik, aminek nagyon örülök, hogy a sportszerűség kérdése is előkerült, és itt elsősorban az edzőknek a feladata az, hogy a sportszerűségre neveljék a gyerekeket. Ez egy alapvető dolog. Nekünk van egy edzők etikai kódexe, akihez nem jutott még el, itt hívom figyelmet, hogy jöjjön be hozzánk, és kap belőle angol és magyar nyelven is. És hát nagyon alapvető kérdésnek tartjuk, és a szülőket is bevonni ebbe a dologba, hogy a gyerekek sportszerűen sportoljanak, ahogy mondják, hogy tanuljanak meg győzni, és emelt fővel veszik. Abszolút egyetértek, és mindenkinek jó munkát. Nem tudom, van-e még esetleg valami olyan kérdés, ami esetleg bennetek maradt? Én azt hiszem, hogy így volt kerek az egész, és én nagyon köszönöm minden résztvevőnek, meg elsősorban az előadóknak, mert tényleg fantasztikus előadásokat hallottunk, és én úgy gondolom, hogy edzőknek, szülőknek egyaránt hasznos volt ez a mai nap. Köszönjük szépen, és köszönöm mindenkinek a részvételét. Köszönjük szépen!